És elkezdtük. Gyártál? Még egy kicsit ide? Jó. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, akivel még nem találkoztunk, a nevem Bertalan László. Illetve most így a kamerában nézve külön köszöntöm az Alfa TV-nek is a nézőit. Itt vagyunk most Debrecenben a Harmónia házban, és egy mondhatom azt, hogy egy különleges háromnapos előadás sorozatnak a nyitányán vagyunk a mai nap folyamán. Egy picit ez az előadás sorozat most összekötődött és összekapcsolódott egy picit a Debreceni Agykontroll Klubnak az életével is. És volt olyan szerencsénk, hogy egy ilyen napon, egy ilyen előadóval együtt lehetünk most itt a klubban. A mai napunknak a témája meditációs megújulás lesz, és az az ember fogja tartani ezt a mai előadást, akit már nagyon sokan ismertek, a Péter Csák Maximot, aki ugye agykontrolloktató, villámolvasásoktató, holnap-holnap után ugyanígy itt leszünk a villámolvasás tanfolyamon, illetve aki figyeli az Alfa TV-nek a műsorait, illetve az országos agykontroll konferenciákat, akkor mindenképpen javaslom, hogy nézzétek meg azt az előadást, illetve azt a kvázi riportot, amit a Maximon együtt készítettünk. Én nagyon szeretem őt, nagyon szeretem a humorát, illetve az előadásmódját, és hogy mennyire jelzi, hogy mindenkit érdekel a téma, egyrészt nagyon sokan vagyunk, másrészt rajtam kívül Egerből más is van ugye itt a Egri Agykontroll Klubból, sőt, nem csak az interneten vagyunk most nemzetköziek, hanem itt helyben is. Ugye vannak barátaink itt Erdélyből, és én át is adnám a szót, Maxim, tiéd a pálya. És egy nagy tapsot kérlek. Azt hiszem, ezzel én már be is fejeztem. Talán így a legegyszerűbb kezdeni. Szép jó estét kívánok mindannyiuknak, mindannyiutoknak. Ha nem bánják, én tegező formában folytatnám, részint azért, mert a kontrollosok között így szoktuk meg. Győrben, Tatabányon is hasonló klubokban szoktunk együtt ügyködni, és sokkal természetesebb az, hogyha tegeződünk. Lehetséges ez? Igen. Köszönöm szépen. Hogy érezzétek magatokat jól, hogy mindaz, ami következik, az mennyire lesz az ínyetekre való vagy sem, az majd menet közben kiderül, mert miközben kaptál egy címet, kaptál egy meghívást erre a programra, és nagyon örömmel Laci beharangozta ezt a találkozót, viszont halljuk be, nem csak ő nem tud róla semmit, hanem én sem. Ez azért is lényeges, mert azon túl, hogy tanul szakmámat, tanárság, alkalmas, én Laci felsorolta, hogy milyen dolgokban tevékenykedem, ezen túl még van néhány, amihez eredetileg kaptam kezdettséget, de aztán folytatás kevésbé következett be. Azért lehet izgalmas ez a dolog, mert hogyha fölnézel erre a két idézetre, akkor nem biztos, hogy arról szól, amit te megszoktál. Akár az Einsteini, akár az Anthony Di Mello féle idézet, az elméhez kapcsolódóan mintha nem ebben a rendszerben szólnának. És mindaz, ami itt következik, ha elfogadjátok, akkor alapvetően igyekszem három részre bontani a mai találkozónkat. Azzal együtt természetesen magát az időkeretet viszonylag rugalmasan kezelve, lenne egy bevezető gondolatsor, nevezzük így. Aztán lenne egy közös meditáció, Laci is kérte, hogy legyen egy lehetséges közös gyakorlatunk, és alkalmasint, hogyha úgy gondoljátok, akkor részint igyekszem, ha lesznek kérdések, ezekre válaszolni, és a gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatokat megbeszélni. Ez volt a terv, ez az a keret, ami úgy többé-kevésbé fix. Hogy ezután mi következik, azt meg nem tudom, mert hogy a forma hozzászokott ahhoz, hogy keretei vannak, viszont az inspiráció az időről időre másként következik. De ha már Laci írt az a lehetőséggel, hogy bemutatott engem, illetve bemutatkozott saját maga, akkor hadd ajánljam figyelmetbe ezt a feliratot. Amikor te beszoktál mutatkozni bárkinek is, akkor mit szoktál többnyire mondani? Ez is ez vagyunk? Vagy inkább azt mondod, hogy így és így hívnak, vagy így és így neveznek, ez és ez a nevem? Ugye vagyok? Biztos, hogy az vagy? Sőt, ha belegondolsz, még mielőtt, és akkor itt helyettesítsd be a saját nevedet, légy szíves, még mielőtt te nevet kaptál volna, már voltál. Az a név jegy, az a címke, amit
úgy megkaptál, nem tudom, hogy mennyire vagy barátságban a saját neveddel, jó magam Moszkvában születtem, és ennek köszönhetően kaptam többek között a Maxim nevet. Hát minden volt, amit az elmúlt 51 néhány év keresztül, nem csak Maxim Grigori, meg minden egyébben, aki a Négy páncélos és a kutya című filmet látta, az valószínűleg tudja, hogy más nevek is léteznek, na én érkezem, a teljes skálán minden voltam. Nem minden esetben Maxim, és hozzá kellett szokni, hogy különböző helyzetekben alkalmasint másként és másként szólítanak meg. De csak sok-sok évvel később derült ki, hogy attól az, akit megszólítottak, az ugyanaz. És ez az ugyanaz, az nem az a forma feltétlenül, akire ezt a címkét ráakadták. Úgyhogy menjünk ezen tovább, mert hogy ehhez alkalmasint még bizonyos tulajdonságok is kapcsolódhatnak. Bizonyára hallottad már ezt a lehetőséget, hogy valakire azt mondják, hogy rossz, gonosz, és kisgyerekeknek sokszor elmondunk valamit, te rossz vagy, neveletlen vagy. És akkor a kisgyerekben valamit összekapcsolódik. Tulajdonság, meg a vagyokság. Miközben annak az adott esetben megnyilvánuló tulajdonság semmi köze az ő létéhez. Viszont minél többször megkapja ezt az információt, annál inkább beleívódik az elméjébe. És annál inkább, láss csodát, az alapján kezd el cselekedni, az alapján kezd el tevékenykedni. Mi lenne, ha ezeket a címkéket levennénk? Ha van kedved hazamenni, otthon leülni, papírt elővenni, és leírogatni, hogy mindent mondtál magadról, hogy mi vagyok. És elkezded leszedegetni ezeket a címkéket, és kiderül, hogy ha leszeded az összes címként, akkor mi marad? Csak vagyok. Vagyok, 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 vagyok. Gyakorlatilag egyetlen. És valószínűleg te is tudod, hogy kinek a neve a vagyok. És ez kezd izgalmas lenni. Lehet, hogy az a forma, ami mögé elrejtőztünk, vagy elrejtőzött, vagy lehet, hogy senki nem rejtőzött el, mert aki végzett agykontroll tanfolyamot, a jelenlévők többsége. Ugye? Hadd kérdezzem meg, emlékeztek rá, elhangzott a tanfolyamon az, hogy naponta 50-60 ezer gondolat, igaz? Meg az is elhangzik, hogy hány százalékát használjuk az agykapacitásunknak. Ez úgy nagyjából megvan, igaz? Hadd kérdezzem meg. Alkalmasint most világít a lámpa, látod a projektort, ennek megfelelően érzékelsz engem, érzékeled a környezeted. Mit tudsz arról, hogy miközben a szemünk, szemünkön keresztül gyűjtjük be az információ 80%-át, ehhez képest a fényspektrumából mennyit érzékel a szem? Egy százalékot. Ez azt jelenti, hogy mennyit látunk abból, ami van. Hát ezt az 1%-ot. Gyakorlatilag arról a 99%-ról, ami ebben a teremben, meg úgy egyébként az univerzumban, fogalmunk nincs. Na ehhez képest van véleményünk a világról. Érdemes megfontolni. Úgyhogy, hölgyek, urak, egy vakvezet világtalant világban élünk. Jó szórakozást a további gondolathoz is. Alkalmasint nem az a szándékom, hogy velem egyetért, csak hogy fölkeltsem a kíváncsiságodat az irán, hogy mi lehet ezen túl. Mert annyira megszoktuk azt, hogy jön valaki, elmondja magáét, és az a jól egyetértünk, vagy nem értünk vele egyet. És ezzel jó meg. De mi lenne, hogyha tovább lépnénk ezen? Na nézzük meg. Két alapvető tévedésünk van, és nagyon hálás vagyok Kozé Szilvának, hogy a tanításával, a módszerével megismerkedhettem. Alkalmasint nyilván pontosan nem tudom idézni. Ő azt mondja, hogy mi emberek olyanok vagyunk, mint a szigetek. Lehet, hogy te is hallottad már ezt a hasonlatot. Ha fölülről nézel egy vízfelületre, amiben szigetek vannak, akkor valóban úgy néz ki, hogy ezek teljesen különálló szigetek. De ha nem néz tenger alattjáróval, vagy búvárként a víz mélyére, akkor nyilván te is tudod, hogy ugyanannak a szárazulatnak a részei ezek a szigetek. És a víz részint elválaszt, részint meg összeköt. Tehát, hogyha most egy kicsit nyelvészkedünk, engedjétek meg, ha körülnézel a teremben, elkülönül. Látszólag elkülönültek vagyunk, és abban a pillanatban, hogy behunyad a szemed, mi történik ezzel az elkülönültséggel? Tehát magyarul egy illúzió rabjai vagyunk. Mi lenne, hogyha kiderülne, hogy ez az illúzió valójában nem létezik, és nyilván nem többek között ennek az illúziónak köszönhető, mert ha beleszülettünk egy családba, beleszülettünk egy
társadalmi földrajzi közegbe, amiben az volt a természetes, hogy ez a test én vagyok. És ezt szoktuk meg. Miközben, ha megnézed a lánykori fényképedet, mintha nem is én volnék, igaz? Mert hogy nem te vagy. Nem te vagy. Lehet, hogy meglepő, amit mondok, volt egy osztálytalálkozó, jól tudom, Laci, te holnap készülsz egy hasonlóra, és előkerülnek nyilván ilyenkor a fényképek. Történt, ami történt, előkerült egy fénykép. Nézegettem, és rákérdeztem, mert ismerős osztálytársam körében volt egy fiatal ember, szürke garbóban, hogy ez ki? Hát te. Hát nem. Csak egy test, ugye Gárdonyi Géza sírján, ha igaz ez a felirat van, hogy egriek. Csak a testre. Igaz? Tehát a döbbenetes az, hogy ezzel a formával, ezzel a testtel azonosultunk, és azt szerint, hogy reggel belenézel a tükörbe, mennyire tudsz azonosulni azzal a formával? Hát, alkalma válogatja, nyilván mindenféle eszközöket bevetsz, hogy többé-kevésbé elfogadható legyen a kép. Igaz? És a döbbenetes az egészben az, hogy például az agykontrollnak, vagy más egyéb mentális technikáknak az az óriási előnye, hogy abban lehet, hogy megfogalmazott, lehet, hogy kevésbé megfogalmazott tényen alapszik, miszerint a test csak egy kép az elmében. Ugyanis ha nem egy kép lenne, akkor nem tudnánk mentális technikákkal változtatni rajta. Nem tudnánk fogyni, hízni, és még egy csomó dolgot megtenni, gondolj arra, hogy hány meg hány módon használtam például az elmentőkert technikát. Így van? Tehát magyarul az, amit te látsz, az csak egy kép, jobb esetben mozifilm. Voltál már olyan moziban, ami nem tetszett? Nézzük meg, mit lehet ezzel csinálni. Finoman szó is, vissza kell mennünk a kezdetekhez, mert hogy annak idején történt valami, hogy nem tudom, hogy ki mennyire volt ott, mennyire emlékszik erre az állapotra. A lényeges az, hogy akkor, amikor megtörtént ez a furcsa kiüzetés a paradicsomból, tulajdonképpen ez csak az elme számára történt meg. Mert hogy az elme úgy tudja, hogy valahogyan elromlottak a dolgok. Az elme úgy tudja, hogy most valamit rendbe kéne hozni. Hadd kérdeznem meg, mert hogy érdemes lesz a gyakorlati tapasztalatokból kiindulni. Voltál-e már úgy, hogy valamilyen dolgot nagyon szerettél volna helyrehozni? És valóban legjobb tudásod szerint tevékenykedtél, aztán mivel annyira nem mentek a dolgok, hagytad inkább. És utána meg lássodát magától minden emberült. Ismerős? Lehet, hogy ha mi beavatkozásunk nélkül jobban mennénk a dolgok. Ellen tudunk állni a kísértésnek, hogy beleavatkozzunk, hogy belebeszéljünk, hogy belenyúljunk, mert hogy ugye véleményünk van, mert nem számoltam meg hányan vagytok itt a teremben, mert mindenkinek mostanra már kialakult rólam egy képe. Arrébb állok egy másik kép, stb. Ennyiféle kép. És mindegyik többek kevésbé stimmel is erre a formára vonatkozóan. De arra vonatkozóan, aki vagyok, arra vonatkozóan egyáltalán nem. Úgyhogy nézzük meg, mit tudunk ezzel kezdeni. Találkoztál-e már ezzel a kifejezéssel? Igen. Annak idején valamikor, ha igaz, Stockholmban történt egy bankrablás, és alkalmasított túszokat is ejtettek. És nagyon érdekes volt, hogy a túszejtők magukkal vitték a túszokat, huzamosabb ideig együtt voltak velük, és a túszok megkedvelték. Megkedvelték a saját fogvatartóikat, ezt nem leegyszerűsítve, ezt nevezték el Stockholm-szindrómának. A döbbenetes az, hogy mi az elmefogjai vagyunk bizonyos szempontból. Ádámnál és Évánnál megtörtént ez a fogjulejtés, a kiüzetés a paradicsomból, és azóta annyira megkedveltük ezt az elme nevezetű valamit, hogy egy egész kultúra épült rá, orvoslással, művészetekkel, iskolákkal és egyebekkel. Miközben az elme egy nagyon egyszerű és nagyon jól használható eszköz, ha megfelelő módon tudunk vele bánni. Csak az a szóval nem szoktunk foglalkozni, hogy mi van az elmén túl. Időnként fölmerül az a gondolat, hogy ez az elme ugye a tudatos, meg tudatalatti, meg egyéb. Lehet, hogy ezek a fogalmak csak valami olyasmit tükröznek az elme szándékát, hogy valahogy megpróbálja tagolni a tagolhatatlan. Szeretnék neked mutatni egy képet, már is itt van. Kezdjük a kérdés elejével. Mi ez? Igen. Színes foltok, meg egyebek, igaz? Ha jól értem, mindannyian azonnal a formára fókuszáltatok.
Így van. Ki az, aki ezzel is törődött ezzel? Sok fehérrel. A sok fehérrel. Ugye nem foglalkoztál vele? Ugye, hogy nem? Magyarul a figyelmünk így beszűkült. Azonnal a formával törődünk. Miközben ahhoz, hogy ez a... És akkor hadd menjek vissza egy picit. Hogy ezek a betűk megjelenhessenek egyáltalán, ahhoz kellett egy felület. Ebben az esetben egy világos felület, hogy ahhoz, hogy ezt a virágot, méhecskét nevezzük így ezeket a formákat, miközben színes foltokról van szó, amelyeknek ez az együttese ezt a képzetet kelti, miközben, hát valljuk be, ide jönnél a falhoz megszagolni, hát nem annyira virágszerű. Sőt, még azon sem kéne aggódnod, hogy ez a méhecske esetleg megcsípje. Magyarul egy konvenció, igaz? És mi hozzászoktunk ahhoz, hogy a konvenció alapján cselekszünk. Alkalmasint valószínűleg ismerősek számodra a következő kifejezések. Napnyugta. Napkelte. De azt ugye tudod, hogy napkelte, meg napnyugta az nincs. Mert hogy mi megszoktuk azt, hogy jelenségekre címkéket aggatunk, és elben tudjuk, hogy mit jelent, de arról elfeledkezünk, hogy mögött egészen más van. És ez a mögöttes rész adja az nagyobbik részét ennek a világmindenségnek. Mi lenne, ha egy picit ebbe az irányban kalandoznám, használjunk ehhez egy kis hasonlatot. Mit gondolsz, miért használják ezeket a kütyüket nagyon szívesen? Vagy a gyerekek például imádják a különböző számítástechnikai eszközöket? Nagyon egyszerű, bizonyos szempontból ugyanúgy működnek, mint az elme. És ami analóg az elme működésével, azt egész pillanatok alatt meg lehet tanulni, és függőség alakul ki. Ez az egyik vonatkozása. A másik vonatkozása, amin elindulunk hamarosan, hogy biztosan ismerős számodra, akár telefon kapcsán, akár tévét nézve, akár mozit nézve, vagy akár olvasol, hogy egyszer csak belefeledkezel. Igaz? Eltűnik minden a környezetedből, és megszűnik az a tér, az a dimenzió, amely egyáltalán lehetővé teszi, hogy ez a forma fölbukkanjon. Azt egyszerűen csak rájössz, hogy tévét nézek, különösen mikor veszed ezt észre, ha rossz a film, ha rosszul alakul a szereplők sorsa, vagy uram, bocsánat, hogy megszólal a telefon, és föl kell venni, és hasonló. Tehát magyarul valami kizökkent ebből. Miközben, amire szeretném fölhívni a figyelmedet, hogy a képek sokassága jelenhet meg rajta, meg applikációk sokassága, de maga a képernyő az változatlan marad. Gondolkozz egy picit azon, hogy ha a saját életedre visszanézel, rengeteg dolgot tudsz felsorolni, hogy mi az, ami változik. Megváltozott. De mi az az egyetlen dolog, ami még mindig megvan? Igen. És ennek mennyire vagyunk tudatában, hogy ez a vagyok mindig ott van. Törődünk-e ezzel? Észrevesszük-e? Tudatosítjuk-e? Kell egyáltalán ilyesmivel törődnünk? Mert hogy nagyon izgalmas ez a lehetőség, most így csak foglalj el. Nagyon izgalmas ez a lehetőség, hogyha ugye egy picit eltökrengsz, hogy magát a vagyokot, annak a tudata, annak tudatát, hogy létezünk, befolyásolhatja-e bármi? Miközben nincs rátok a fejetekkel, egyet kell, hogy erjétsek, ehhez képest hadd kérdezem el, volt már úgy, hogy elromlott a hangulatod? Volt úgy, hogy rendkívül mértékben földobódtál? Akkor fölmerül a kérdés, hogy ez a hangulatváltozás, ez miben jelent meg? A külső tényezők ezt kiválthatták nyilván, vagy összetevőjük lehet, de miben jelent meg? Mi az előbb ugye kiderítettük, hogy a vagyokot, a tudatot nem tudja befolyásolni, akkor egyedül mit tud befolyásolni? Érzés. Az érzés persze? Na. Az emberi tudatot. Azt nem? Az hadd használjam ezt a kifejezést, hogy emberi tudat. Hadd kérdeznem meg, az embernek van tudata, vagy a tudatnak van embere? Mert ez nem mindegy. Mert az egyik egy materialista megközelítés, kezdve valahol ott ásványoknál és egyemeknél, a másik pedig egy nem kettős megközelítés, amiben kiderül, hogy az előbb kiderítettük, hogy vagyok, tehát hogy minden és mindenki egy. Tehát nagyon izgalmas ez, hogyha rájössz arra, hogy tulajdonképpen semmi sem befolyásolhat téged,
amit megélünk, megtapasztalunk, megélünk, vagy egyáltalán érzékelünk, az csak egy átmeneti kép, ugye a képek sokasága cserélődhet bármikor. Ehhez képest mi azért elég intenzíven lereagáljuk a dolgokat. Foglalkozunk ezzel egy picit, hogy mi lehet ennek az oka. Míg mielőtt ebbe belemerülnénk, két idézet ismét. Az egyik úgymond a tudomány oldaláról, a másik pedig a spiritualitás oldaláról. Ha már az előbb kiderítettük, hogy valamiért a szemünk töredékesen érzékel, ugyanezt elmondhatjuk a fülünkről, az ízlelésünkről, és így tovább. És tulajdonképpen annyit állíthatunk, hogy érzékszervi élményekben van részünk. Tehát az, amit én látok, csak érzékszervi élmény formájában van jelen. Számodra bármit is érzékelsz, ugyanígy. Tehát gyakorlatilag semmi más nincs, csak tapasztalat. Látvány, hang, érzés és egyebek. És a hozzá kapcsolódó vélemény. Na, ez befolyásol bennünket, és nézzük meg, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. Bizonyan ismerős ez az ábra. Nekem az egyik kedvencem, amikor ránézel erre a képre, nyilvánvalóan megint mit látsz? A jéghegyet. És mivel nem foglalkozunk eredendően? Tengerrel. Hát magával a tengerrel, meg azzal, ami a lehetővé teszi ennek a megnyilvánulását. Tehát annyira bele vagyunk szorulva a saját formaidentitásukba, hogy föl sem merjük tételezni, hogy esetleg lehet azon kívül. Sőt, az van egyedül. És ez pedig, amit így érzékelsz, ahogy érzékelsz, azon a módon, hogy érzékeljük, úgy nincs. Na, menjünk ezen egy kicsit tovább. Bizonyára találkoztál azzal a gondolattal, hogy a világ lapos, ennek megfelelően óvatosan kell közlekedni, mert előbb-utóbb eljutunk a szélére, és akkor életveszély. A másik gyönyörű kép, ami ugye elképzelte, hogy egy teknősnek a hátán elefántok és egyébek, ezek tartják úgymond a világ mindenséget. A másik világkép egy világfa, egy egészen speciális megközelítésben. Most, hogy eljöttél, gondoltam, én adok neked egy újabb megközelítést, egy újabb világkép. Mi az, amit látsz? Fordokat. Fordokat, korrekt. Igen. Igen. Van megfelelő helyi körülmények a földrészen. Hát ha kicsit alaposabban vizsgálgatod, akkor tulajdonképpen felfedezhetsz benne a földrészeknek a sziluettjeit. Így van? És ezen a képen, amik ugye most egy képet alkotnak, mit látsz? Igen, egy tehenet formáznak. Ha megnézed, ugye Eurázsia itt a hát rész, fartájékán itt Dél-Amerika, mellső láb, lapocka, Afrika, Ausztrália, másik a szűk tájékán, aztán Észak-Amerika besegít abban, hogy egy fejformát beleláthassunk a dologba. Ugye eddig ugye annak idején azt hitték, hogy a Föld lapos, aztán volt egy geocentrikus világkép, aztán létrejött egy napközpontú világkép, most meg eljött ide a találkozóra, kiderült, hogy egyik sem igaz, hanem a Föld ilyen alakú. Na, de magyarul oda akarok ezzel a gondolatsorozattal eljutni, hogy jöjj rá, hogy a tanítások folyamatosan változnak, ugyanazt a világot, azt jelenti, hogy milyen szemüvegen keresztül nézzük, láthatjuk ilyennek, olyannak, amolyannak. És van választási lehetőség. Nézzük meg, az élethelyzeteknek, a filmeknek és az álmoknak van egy nagyon egyszerű, közös vonatkozása. Ha ültél már moziban, odahaza néztél tévét, alkalmasít, álmodtál mindenféle furcsákat, élethelyzeteid óhatatlan lehettek, hadd kérdezem meg, maradván mondjuk az álmoknál. Ha az álom borzasztó volt, kétségbejtő, elszomorító, fölzaklató, akkor igyekeztél megmenekülni belőle? Ki az, aki csinál már ilyet, hogy úgymond fölébreszti magát? Stimna. Ha esetleg észrevetted az álomban, van köztetek olyan, aki észrevette már, hogy ez csak egy álom? Beleavatkoztál az álom menetébe? Hogyne? Hogyne? Rájövök, hogy álom, hopp, át tudom venni bizonyos mértékben az irányítást. Így van? Volt már úgy, hogy rossz volt a film, nem tetszett, ami a tévében vagy a moziban, és elkapcsoltál, vagy ott hagytad a vetítést? Volt. Ugye? Stimmel. Most nézzük meg, mi a helyzet az élethelyzeteinkkel. Vajon mi lehet a funkciója annak, hogy időről időre, miközben igyekszünk a legjobb tudásunk szerint örömteli, lelkesítő, élményteli, szereteteljes életet élni,
Hát ehhez képest nem tudom, hogy a te életed hogy alakult, hát nem minden megy simán. Stimmel? Tele van konfliktusokkal, bekapcsolod a tévét, belehallgatsz a rádióba, kinyitod az újságot, nem is beszél kinek-kinek a saját családi köréről. Mi történik? Miközben benned ott van a jó szándék, ugye tudjuk, hogy a pokolba a vezető utat valaki kell kövezni, ott van a jó szándék, és ehhez képest mégsem úgy mennek a dolgok. Mi lehet a funkciója ezeknek a konfliktusoknak? A tanulás. Mond? A tanulás, a fejlődés. Szeretnél fejlődni, meg tanulni? Igen. A vagyokot hogy tudod fejleszteni? Hát azt nem. De... Hát azt de nem. De a tapasztalatait. Igen? Én már az előző életeimben sem hittem az inkarnációban, de hadd kérdezzem meg az a több ezer évnyi előzetes tanulás, ez még nem volt elég. Úgy látszik. Úgy látszik. Akkor most így bűntibe vagy. Nos, lehet, hogy meglepöl össze, amit mondok. Egyetlen funkciója van, tessék felébredni. Ez a dolga ezeknek a konfliktusoknak, semmi más. És aztán, ha akarsz, annyit tanulhatsz belőle, hogy csak jól esik. Vedd észre, hogy az, ami történik, az illúzió. Mert akkor, amikor felébredsz az álomból, rájössz, hogy ja, ez csak egy álom volt, igaz? Amikor rájössz, hogy moziban ülsz, és ott hagyhatod, akkor tudod, hogy ez egy mozifilm. És az élethelyzeteid is pont ilyenek, meg az enyémek is. De addig, amíg nem tudom, hogy ez csak egy élethelyzet, addig megy a tanulóprogram. Amíg rá nem jövök, hogy ezt abba lehetne hagyni, biztosan van köztetek olyan, aki ismeri azt a történetet, miszerint az erdei állatok nagyon föl vannak zaklatva, ugyanis, mint hírül adják, a medvének van egy listája, és aki azon a listán szerepel, az bizony előbb-utóbb a fogára kerül, tehát elpusztítja. Nyuszika szintén teszt vesz, és alkalmasít hallja ezt a hírt, Farkaskóma megosztja vele ezt a rémületes lehetőséget, hogy már pedig előbb-utóbb az élete az a medve fogai között fog befejeződni. Hát Nyuszi meg oda megy a medvéhez és megkérdezi, te medvekoma, jól hallom, hogy van egy listád? Van. Ki van rajta? Hát az, akit én meg fogok enni. Én rajta vagyok? Igen. És le lehet róla iratkozni? Le. Szeretnél leiratkozni már erről a listáról? Mert ha nem, akkor még van egy-két tanulási program, még beiratkozhatsz különböző helyekre, vagy rájöhetsz, hogy ez az egész csak egy nagy-nagy játék. Ugye a távol-keletiek májának nevezik, rád van bízva, szórakozzál, és aztán jöjj rá, hogy most már ebből a moziból bőven elég volt. Most felmerül a kérdés, hogy mi lesz ezen túl, mert hogy eredendően ott a lehetőség, hogy visszatérsz az önvalóhoz, csak hogy amikor megszülettünk lényként... Magamasint, amikor lényként, lényekként megszülettünk, addig alapvetően minden rendben volt, mert szorosan kapcsolódtunk azzal, akik valójában vagyunk. Csak hogy óhatatlanul olyan környezetbe kerültünk, ami előbb-utóbb olyan konfliktust generált, ami úgynevezett egofixációt eredményezett. És onnantól kezdve elindult az a fejlődési folyamat, amelynek során elkezdtük magunkat körülvenni különböző élménycsoportokkal, és azért szerepel ez a kis matrioska itt, bizonyára ismeritek ezt a kis orosz eredetű figurát, hogyha elkezded szétszedni, akkor kiderül, hogy belül nincs semmi. Mert ha most elkezded lebontani a különböző rétegeket, a személyiségnek nevezett rétegeket, akkor kiderül, hogy nincs mit megváltoztatni, mert a lényeg az önvaló, az úgy jó, ahogy van. Ezért is imádom ezt az idézetet, nem tudom, hogy közben elolvastad-e, Papacsi nevezetű távol-keleti tanítómester azt mondja, hogy a személyiségen dolgozni olyan, mint kiegyenesíteni egy kurtafarkú malac csavaros farkincáját. Érdekes gyakorlat, ám amint elengedjük, már is visszaugrik göndör állapotába. Ehhez képest ugye te is hallottál személyiségfejlesztő kurzusokról. Hagyj átadulás. Ezért nem véletlen az, hogy az elején ugyancsak egy tanítónak a gondolat volt ott, hogy a dolgunk felejteni, mert annyi fölösleget cipelünk már magunkkal, hogy az a csoda, hogy egyáltalán ez a forma többé-kevésbé ezen a módon létezni tud. Nagyon fontos az, hogy mit hogyan érzékelünk. Ugye az előbb már utaltam arra, hogy az érzékszerveink töredékesen közvetítenek.
megint csak egy távol-keleti történet kapcsolódik ehhez, valószínűleg többen is ismeritek, miszerint a vakok falvába hoztak egy elefántot. De mivel úgymond ők sosem láthattak még ilyet, ezért a vakok közül és a bölcseket oda vezették az állathoz, hogy mondják el, hogy milyen. No, akinek az ormánya jutott, azt mondta, olyan, mint egy slag. Akinek a lába jutott, az azt mondta, hogy olyan, mint egy oszlop. Akinek a hátgerince jutott, azt mondta, olyan, mint a háznak a gerendázata. Akinek a füle jutott, azt mondta, hogy olyan, mint egy lebernyek. Akinek a farka jutott, azt pedig azt mondta, hogy olyan, mint egy kötél. És nem tudtak megegyezni. Ezt csinálják az érzékszerveink, miközben, és ez a legizgalmasabb az egészben, hogy miközben az érzékszerveink csak részlegesen közvetítik a realitást, mégis ez az utolsó kapcsolódásunk vele. Mert utána ehhez már gondolatok jönnek. És a gondolatok pedig teljesen absztrahálják az eredeti dolgot. Ha most azt mondom neked, hogy víz, ettől ezzel tudod oltani a szomjadat? Vagy azt mondom neked, hogy méz. Hányféle víz, hányféle méz van. És akkor lehet, hogy szereted, lehet, hogy nem szereted. Lehet, hogy szívesebben is szólna a szénsavmenteset, és így tovább. És azonnal bejönnek azok a kondíciók, amik az érzékszervi élmény befolyásolják. Igen, de az előbb arról beszéltünk, hogy van ott egy lényegi rész. Sőt, azon keresztül kapcsolódhatunk az önvalóhoz. Mi lenne, ha kivételesen nem a formák felé indulnánk el a kutatásban, a megfigyelésben, hanem az eredeti önvalónk felé. Úgyhogy, ha ti is jónak látjátok, itt most egyenlően leállítanám, illetve tovább léptetnénk csak annyira, mert néhányan alkalmasint Laci meghívóját olvashattátok, és abban, ha elolvastad, szerepelt Dr. Hewlennek az a gondolatmenete, miszerint a fejlődési folyamatunk, ha úgy tetszik, tanulási folyamatunk, az három lépcsős. Az első lépcső az, amikor beleszületünk egy világba, és valamiért úgy érezzük, úgy tapasztaljuk, hogy kiszolgáltatottak vagyunk. És valljuk be, a csecsemő szintén azért ebben van is igazság. Nyilván, ahogy cseperedünk, igyekszünk megtalálni az eszközöket a változtatáshoz, amikor elmentél a kontrolltanfolyamra, tanultál kineziológiát, NLP-t és még sorolhatnál, akkor gyakorlatilag megtapasztalhattad, hogy vannak eszközök. Sőt, megtapasztalhatod azt, hogy ezek az eszközök bizonyos keretek között nagyon hatékonyak. Azt is megtapasztaltad már, hogy bizonyos keretek között meg nem? Észrevetted már, hogy nem minden esetben tudod használni? Az érdekes az, hogy már is eljutottunk oda, hogy maga az eszköz, amit megismertél, és egy darabig kielégíti a kíváncsiságodat, eredményeket hoz, az egy idő után korlátként működik. Mi lenne, hogyha elengednénk ezeket az eszközöket? Mi lenne, ha kiderülne, hogy ezeket tulajdonképpen nincs is szükség, mert hogy innen indultunk a végtelen összhangból, ehhez, ennek eléréséhez, erre a két lépcsőfokra tulajdonképpen nincs is szükség. Mi lenne, hogyha lelépnénk erről a lépcsőről? Mi lenne, hogyha a listát kihagynám? És ha már Eckhart Tollét emlegettem, ha már agykontroll oktatónak neveztettem, miközben nem vagyok agykontroll oktató, csak agykontroll oktatással foglalkozom időnként. Ugyanis nem az identitásom. Ez egy tevékenységi forma. Alkalmasint utána számoltam, egy tanévben tartok 16 tanfolyamot. Gondolj végig. Ez alapján határozom meg, hogy ki vagyok. Megtehetném, és voltál már úgy, hogy nagyon azonosultál valamiben? És valami olyasmit hallottál annak kapcsán, ami fölzaklatott téged? Akkor tudod, hogy identitássá tetted azt a valamit. Úgyis abban a pillanatban, hogy ezt a mögöttes kapcsolódást, azonosulást sikerül kivenni, magyarul azt a gondolatot, ami összekapcsol, de jöjjön egy másik ismerezés, nagyon szép. Akkor látod, hogyha megnézed ezt a kettőt, hogy a gondolata közös. Mi lenne, ha a gondolatot kivenni? Kísérleteztél már azzal a meditációban, hogy úgymond elengedd a gondolataidat? És sikerült? Lehet, hogy még néhány életet kell élni, hogy az menjen. Vagy lehet, hogy más irányban indultál, mint szerettél volna. Ugyanis azt mondom neked, hogy ne gondolj a lila elefántra, mi lesz? Nyilván tudod, hogy onnantól kezdve csak lila elefántok vannak a virtuális térben. Viszont, hogyha ez így van, akkor tulajdonképpen itt találkoztál a szabadsággal.
Mert ahhoz, hogy te része legyél a tudatnak, vagy pontosabban tudat legyél, vagyok legyél, kell ahhoz bármit is tenned. Hurrá! És ehhez képest tanulunk mi rengeteg dolgot. Különböző eszközöket, amit persze bátran kipróbálhatsz, és megtapasztalhatod, hogy mire hasznos, mire kevésbé hasznos, mert van rá lehetőség. Viszont ha már elfáradtál, és azt mondod, hogy eleged van, akkor lehet, hogy abba kéne hagyni a csinálást. Ha már az előbb Eckhart Tolle-nak az idézeteit olvashattad, számomra ő volt az, aki érzékletesen közvetített, hogy mit is jelentett az a belső csönd. Márpedig csöndet nem lehet csinálni. Egy valamit lehet csinálni, abba hagyni a zajkeltést. Úgyhogy most ez a 36,5 perces zajkeltés itt befejeződik, és nézzük meg, mit tudunk tenni az ügyben, hogy ez abba maradjon. Hadd kérdezzem, van-e köztetek olyan, aki szokott bambulni? Ugye milyen jó? Úgy nézel ki a fejedből, oda benn béke van, nyugalom van, és ha egyedül vagy, ebben senki nem fog megzavarni. Így van? Ha van ott valaki más, garantáltan elkezd előtted integetni, mert hogy zavarja az embereket a belső béke. Úgyhogy, ha szeretnéd fölébreszteni magadban a békét, a csendet, akkor ébresz föl magadban azt, ahogyan tekintettél a világra. Bizonyára föltűnik, hogy nem egy összekapcsolt tekintet, nem egy fókuszált, nem egy konvergáló nézés, hanem csak teljesen nyitott. Csak később tanulunk meg fókuszáltan nézni, megtanuljuk követni a hangokat, megtanuljuk követni a formákat, és ezzel már is beszűkültünk. Itt az ideje kinyitni, úgyhogy ha szeretnéd, akkor te is meg tudod csinálni. Jó bambulást kívánok, házi feladat. Apróságnak tűnik, de nagyon sokat jelent. Egyszerűen észre fogod venni, hogy mindenféle különösebb tevékenység nélkül létrejön egy belső béke, egy belső csönd. Nem kell hozzá meditációs kurzusokat végezni, nem kell különböző tanfolyamokra járni, csak fölébreszteni azt, amit egyébként már tudsz. Ennek egyik vonatkozásaival egyébként holnap fogok foglalkozni, a villámmorsás tanfolyam, de mi maradjunk a témánknál. Hamarosan meginvitálok egy mestermeditációs gyakorlatra, mivel mindannyian mesterek vagyunk, ezért nagyon könnyű dolgunk lesz. Nincs külön forgatókönyve, nincs külön menete, mindössze annyi lesz a teendőd, hogy igyekezz valamilyen úton módon fölfedezni magad számára a felfedezhetetlent. Ugyanis ha azt kérem tőled, hogy mondjuk nézzél rá az ajtóra, meg tudod tenni? Vagy azt megkérdezem tőled, hogy mennyi az idő és van rajtad karóra, ösztönösen mit fogsz csinálni? És azt kérem tőled, hogy figyeld meg a vagyokot. Légy szíves, hangosabban mond? Magadba fordulsz. Magadba fordulsz, így van. Mi az, hogy magam? A vagyok. Ugye most elkezdtünk szavakat használni valamire, amit igazából nem tudunk megnevezni. Megpróbáljuk megragadni. Mi lenne, hogyha ezt a két gondolatot is el tudnánk engedni? A lehetőség nagyon egyszerű lesz, meginvitálok majd arra, hogy belátásod szerint nyitott vagy, behúnyt szemmel, először figyelgess meg azokat a forma identitással rendelkező dolgokat, amiket megnevezek, majd azt kérem tőled, mint amit itt is látsz, hogy tedd fel magadnak ezt a kérdést. Mi az, ami tudatában van ennek a tapasztalatnak? És egyszerűen csak hagyd, hogy történjen, ami történt. Úgyhogy, hölgyek, urak, kalandra föl. Ha szívesen változtatnál testhelyzetet, kényelmesebben, akkor tedd ezt meg. Beszéld meg magaddal, hogy nyitott vagy, behúnyt szemmel.
ismerkedsz majd bizonyos érzékszerv élményekkel, menet közben is becsukhatod, illetve menet közben is kinyithatod a szemed, ahogy neked azért meg jól esik. Bizonyára föltűnt, hogy nem mondtam semmit, és milyen cserébe. Mert hogy előbb abba kellett volna hagyni a részét. Arra kérlek, azt vedd most észre, hogy a figyelmed mire irányul. Az lehet fény, az lehet hang, az lehet testi érzet, vagy akár egy gondolat is. Tedd föl magadnak a kérdést, milyen messze vagyok én ettől az érzékszervi élménytől. Nem a hang forrására, vagy a fény forrására gondolok, hanem magára a megtapasztalásra. Fedezd föl, van-e bármi, ami időről időre magával ragadja a figyelmedet. Szabad neki. Mindössze tedd föl magadnak azt a kérdést, mi az, ami tudatában van ennek a tapasztalatnak. Amennyiben erre a kérdésre bármely gondolat válaszként megjelenik, tudatosan kérdezd meg újra. Mi az, ami tudatában van ennek a tapasztalat? Ám ha másodpercekre is gondolatmentességet tapasztalsz, akkor figyeld meg, hogy ennek a csendnek, térnek, tudatnak vagy vagyoknak, mert hiszen a tér, a csönd, az elmevilágához tartozó kifejezése. Mekkora mélysége? Törekedj arra, hogy elérhesd a peremét, a szélét. Lehetséges ez egyáltalán? Hadd be a csendben, úgy, ahogy az én hangom. Fölbukkan valami zaj, gondolat, testi érzet. Bátran kérdezz rá újra. Mi az, ami tudatában van ennek a tapasztalatnak? Engedd a figyelmedet ebbe a csöndbe merülni.
ha igaz az az állítás, miszerint te nem a szem vagy, hanem az, ami a látást lehetővé teszi. Vajon mi lehet akkor ez? Amennyiben igaz az az állítás, hogy te nem a fül vagy, hanem az, ami a hallást lehetővé teszi. Akkor vajon mi lehet az? Bármi is legyen az, ami a létezést lehetővé teszi. Figyeld meg, hogy erre a fizikainak nevezett formára, amit te testként ismersz, ez a mostani élménysor milyen hatást gyakorol. És amikor a kedved uttartja és kinyitod a szemed, tudatosítsd, immár a nyitott szemmel is a tapasztalatot. És tedd fel magadnak a kérdést, mi az, ami tudatában van ennek a tapasztalatnak? Amikor készen állsz rá, figyelmedet, először irányítsd a légzésedre. Fedezd föl, hogy a mellkasod vagy a hasad emelkedik erőteljesebben. Miközben gyerekkorodban, kisbabaként, amikor megszülettél, ezekről az elnevezésekről mit sem tudtál. Egyszerűen csak rezgésként léteztél. Most azonban ehhez a rezgéshez, amit testnek nevezünk, már egy címke is tartozik. Figyeld meg, hogy ez a fizikai forma, amit egy névvel illetnek, miként ül itt, ezen a széken. Ki az, aki tudatában, mi az, ami tudatában van ennek a tapasztalatnak? Hová kell menned ahhoz, hogy tudatában legyél ennek? Hogy tudatában legyél annak, aki vagy. A test csak egy forma. Egy kép az elmében.
te pedig tudatában vagy ennek. Hiszen az vagy, aki vagy. Bármilyen dimenzióit is jártad meg ennek a megtapasztalásnak, amikor készen állsz rá és szívesen visszairányítod a figyelmedet ennek a fizikainak nevezett valóságnak, teremnek ebbe a közegébe, fedezd fel a légzésedet, testedet, külvilág hangjait, és ha készen állsz rá, a szemedet is kinyithatod, ha közben becsuktad volna. És ha szívesen nem mozgatod magad, bátran tedd ezt meg, nyújtózz egy jó ízű, dörzsöljön a szemed, füleidet, válladat, mozgass el. Mi az, amit felfedeztél a gyakorlat során? Hát én olyan szomorú lettem, hogy majdnem sírtam valami miatt. Mit jelent a majdnem? Hát már most egy kicsit már könnyes eszembe. Szívesen sírtál volna? Nem szeretek sírni, mert nem szoktam. Te tudatában vagy ennek, hogy ez történt. Bizonyára voltatok olyan helyzetben, hogy ásványvizes palack volt a kezetekben, szénsavas, és elkezded el csavarni a kupakot. Voltál már olyan helyzetben, hogy szemközt röncskölt az az üdítő? Alkalmas, mint amikor különböző lazító gyakorlatokat végzel, akkor uhatatlanul kerülnek le azok a rétegek, amikkel mi elnyomtuk a mindenkori tapasztalatokat. És alkalmas, mint ezekhez természetes módon érzések is társulnak. Ha olyan helyzetben vagy, hogy megengedheted magadnak a sírást, maradj tudatában ennek, és időnként tedd fel magadnak a kérdést, hogy ki az, aki tudatában van. És figyeld, hogy mi történik. Bizonyára föltűnt, hogy nem foglalkozom azzal, hogy mi lehet az oka a sírásnak. Mert ugye a hagyományos megközelítés erről szól, hogy megpróbáljuk föltárni. De minden egyes réteg alatt van egy mélyebb réteg, egy mélyebb réteg, egy mélyebb réteg. Természetesen ennek is megvan a maga létjogosultsága. Ez a folyamat, amire az előbb meginvitáltalak néhány percben, az pedig arról szólt, hogy a csinálást hagyd abba, kezdjél el megfigyelni először olyan dolgokat, ami még ismerős. Viszont azzal, hogy mi azt a kérdést kaptam, amit az előbb a kivetítőn láttál, hogy mi az, ami tudatában van ennek a tapasztalatnak, ez már a formavilágtól való elfordulásról szól. Arról, hogy a figyelem is tulajdonképpen belemerül önmagába. Mert már nincs fogódzója. Köszönöm. Tehát továbbra is ez a kérdés, mi az, amit észrevettél magad?
Ki az, aki például azt tapasztalja most, hogy nincs is igazán kedve megszólalni? Én egy nagyon érdekes dolgozom nekem. Az utolsó, hogy ez a vagyok, ez a én ismerettel. Úgy érdekes, nem azt mondtam, hogy ön ismeret. Mert ugye egyébként inkább azt használjuk. Tehát nekem ez a két dolog van, hogy a fejemben összekapcsolódott, hogy ki vagyok én, ha ismerem a magamat. És ezen kezdtem el agyalni. És ezt a két dolgot így összekötöttem, hogy én vagyok, és van én ismertem, vagy én ismertem. Meg tudod-e ismerni azt, aki vagy? Szeretném, csak szerintem én most nem. Az előbb több-kevesebb sikerrel tisztáztok, hogy egy valamit állíthatunk magunkról azt, hogy vagyok. A kérdés az, hogy ezt a vagyokot meg tudjuk-e is. És érdekes, hogy ez utoltam nekem. Ki az, aki megismeri azt a vagyokot? Igen. De a legnagyobb feladat talán. Amennyiben elmeként viszonyulunk hozzá, akkor nekiállunk doktori disszertációt írni, különböző technikákat keresni és egyéb, és előbb-utóbb eljutunk addig a pontig, hogy a végtelen az megismerhető-e. Az örökké valóság az megismerhető-e. Alkalmasint éppen azért érdekes ez a két kifejezés, ahhoz, hogy az elme a végtelennel meg az örökké valósággal egy kicsit tudjon bánni, ezért kitalálta azt a kifejezést, hogy idő. Mert az már szakaszolható. De hadd kérdezem, biztosan hallott ezt a három kifejezést, hogy múlt, jelen, jövő. Azt ugye tudod, hogy mindig csak jelen van. Az összes többi csak elnevezés. De mi már annyira hozzászoktunk ezekhez a kategóriákhoz. Vagy hadd kérdezem meg, mennyi ideig tart a jelen? El is múlt már. Örökké. Mert csak az van. Mert ha csak az van, akkor... Csak ezzel még nem nagyon szoktunk foglalkozni. És mi egészen más tudomással élünk. És mivel más tudomással élünk, ennek megfelelők az eredményeink. A tapasztalataink. Viszont abban a pillanatban, hogy rájössz, hogy hopp, megint megyek bele a régi sémába, akkor lehet váltani. Eleinte ez igényel figyelmet. Meg az, hogy eszedbe jusson az az egy mondat, amit ide vetítettem az előbb a falra. Mi az, ami tudatában van ennek a tapasztalatnak? Ki az, aki közületek időről időre azt vette észre, hogy a gondolatai eltünedeznek és elcsendesedett? Nem csináltunk benne tulajdonképpen semmit. Nem akartuk őket kizárni. Hanem ez a folyamat a maga természetes módján, mert ugye a béke állapot az a természetes, az összes többi az valahogy rárakul. Van olyan kérdésed, ami fölmerült ennek kapcsán? Nem állítom, hogy nem tudom válaszolni. Nekem most csak beugrott, hogy lélek. Csak egy ilyen kérdés. A meditáció alatt is egy végtelen nyugalom, vége szeretet, mint hogyha az univerzumban levettem volna, és itt mindenkit meg akart növelni. Nekem csak a lélek. Köszönöm. Akkor én hadd kérdezzek, van-e más dolgunk, mint ennek a megtapasztalása? De nem csak egy-egy gyakorlatban, hanem folyamatosan. Mert ez a legizgalmasabb az egészben, hogy eleinte még kell figyelmeztetgetni ezt a formaidentitást, ezt a elme konstrukciót, amivel átmenetileg azonosítottuk magunkat, és minél többször napközben, menet közben, bármilyen körülmények között eszerbe jött, jössz, mész, boltban, sorba állsz, buszon utazol, alkalmasint, vonatra vár, bármikor föltehető, és nincs szükség arra, hogy bármilyen ok folytán
leüljél üresztét. Egyszerűen figyeld meg, hogy milyen hatással van rá. Később már ez a kérdésem szükséges. Hogy értsd, hogy miről beszélek, ugye az elején említettem, hogy bizonyos módszerek, eszközök azok egy idő után akadályt jelentenek. Talán, hogy te is ismered azt a mondatot, hogy az a szamár, amelyik a mennyek kapujáig vitt, az nem mehet oda te veled. Itt most ez a szamarunk, ez az egy kérdőmondat. Ami visz. De mivel a mondat, a kérdőmondat is a forma dimenzió része, előbb-utóbb eltűnik. Nem lesz rá szükség. Mert a végtelen csendhez nem tartozik hozzá. A végtelen csend egyébként nagyon is tele van olyan információval, ami túl van azon, amit mi elmével észrevől tudunk fogni. De ezt majd megbeszéljük akkor, amikor ott tartok. Úgy gondoltam, hogy a találkozó zárásaként, amennyiben a technika is támogatja a szándékomat, egy filmrészlet következzen, ami részint megtöri a csendet, részint pedig jelzi, hogy van élet. Azzal foglalkoztunk itt az előző gyakorlatunkban egyébként, hogy teljesen eltüntettük a képet, miközben nem kellett semmit eltüntetni, alkalmasint eltűnt az magától. Gyerekkorom egyik kedvenc filmje volt a Sivatagi Show című film. Számos szórakoztató, nagyon izgalmas jelenete van. Én most ebből egyetlen részletet gondoltam megmutatni, ami a víz keresésről szól, az okát pedig természetesen igyekszem megosztani veled, remélem a hangerőben a busmannak nem probléma a víz. Az évezredek során hozzászokott a Kalahári sivatag éghajlatához. Így kevés folyadékban is belül, és azt is tudja, hol találja meg. Egy apró, száraz fajt jobban vezeti. Bárki más néhány nap alatt szomjat valamelyben ebben a száraz sivatagban, de a busban hónapokig is kibírja. Kiás egy búvos gyökeret, amely éppen csak nedves. Civilizált embernek bonyolult technikai felszerelésre lenne szüksége, hogy vizet nyerjen belőle. De a busmód sokkal egyszerűbben célt ér. Gyalulni kezdi a gumbi. Aztán fog egy marékos forgácsot. Hüvelyik ujját a szája felé fordítja, erősen ökölbe szorítja a kezét, és vár. Víztartalékuk, de senkinek sem árulják el holnap. A magdalagádi vadásznak azonban, aki partjára indulnak a Lahári sivatagba, vizet kell találnia, mert ő nem tud egy gyökérből vizet facsarni, mint a busban. De megvan a módszere, hogy eljusson vízhez. Ha biztos benne, hogy egy babui majom látja, először nyugatvál egy óriási hagyomány. Aztán dinnyalókat szól a lyukba, és jó mélyre besöpli őket, hogy leessen neki belső üregbe. Ekkor félrehúzódik, tudván, hogy a majom ég a kíváncsiságtól. Közönösnek mutatkozik, mert azt is tudja, hogy a papui nem bízik az emberekben, pedig egyre erősebben fordulja az oldalát a kíváncsiság vajon. Mi lehet
belemarkol a bankban, és most nem tudja kinyitni a kezét. Ha lenne annyi esze, hogy el lesz a zsákmány, kiszabadulnak. A babuin megvan, már csak szóra kell bírni. A vadász tudja, hogy ezen a vidéken kevés a só. A babuin pedig úgy szereti a só, mint a kigyelkozókat. A só láttam, megfeledkezik mindenről, még arról is, hogy nem sokára iszonyú szomjas lesz. Azért gondoltam, hogy a találkozónk végén ezt a kis filmrészletet nézzük meg, mert abszolút legalábbis az én számomra arról szól, amit én igyekeztem legjobb tudásom szerint elmesélni, elmondani. Jelesül használhatunk különböző eszközöket, de előbb-utóbb rá kell jönni, hogy van egy majom, az elménk, amelyik állandóan foglalkoztat bennünket, és a kincseket pedig elrejti előbb. Viszont, hogyha sikerül ezt az elmét valahogyan lecsillapítani, idézőjelbe téve fogjul ejteni, akkor ezek a kincsek föltárulnak. És ahogy itt a történet végén hallhattad, a vadászt már nem érdekli a szépség, egyedül a víz. Érdekel-e téged annyira a szabadság, hogy az elme kínálta előnyöket elengedt? Érdekel-e téged annyira az életvize, hogy felfedezd azt, hogy mi van az elme kínálta eszközökön, lehetőségeken túl. Van egy jó hírem, ennek a víznek a megtalálásához nincs szükséged eszközökre, mert már megvan. Esetleg nem tudtál volna róla, akkor most szóltam. Jó? Ezért voltam itt. Időnként meg szokták tőlem kérdezni, mert hiszen Győrben tatabánya, Budapesten tartok időről időre olyan találkozókat, amelyiknek ez a témája, nyilván alkalmanként más és más megközelítésben, hogy miért szoktunk mi találkozni, szokták kérdezni tőlem, hogyha nem csinálunk sem. Mindössze azért, hogy emlékeztessük egymást arra, amit már tudunk. Nagyon köszönöm.